is. Beszéljünk az állam döntéseiről, és beszéljünk arról a költségvetésről, amit az országgyűlés napokkal ezelőtt elfogadott, és ami konkrétan a turisztikai területtel kapcsolatos. Ahogy említettem, a kormányzat ezt a területet egy fejlesztendő, egy befektetési területnek tartja, és ennek megfelelő döntéseket is hozott a következő pénzügyi költségvetési évtől. Csak emlékeztetőül 2016-ban, ebben az évben a turisztikai cél előirányzat körülbelül 6 milliárd forint volt, ezzel tudtunk mi gazdálkodni. 2017-ben a turisztikai cél előirányzat 11 milliárd forint lesz, illetve kiegészül egy turisztikai fejlesztési cél előirányzattal további 10 milliárd forinttal. Tehát összességében a jelenlegi 6 milliárd forint helyett 21 milliárd forintot fog közvetlenül a kormányzat a turisztika támogatására, fejlesztésére és azokra a projektekre fordítani, amelyek uniós forrásból nem, vagy csak részben valósulnak meg. Ezekből a forrásokból jut rendezvénytámogatásokra, kereskedelmi szálláshelyek minőségének javításának az ösztönzésére, azokra a turisztikai költésekre, amelyek mögött hazai és nemzetközi marketing akciók lesznek, és egyáltalán rendelkezésre bocsájtotta a kormány a következő pénzügyi évtől azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek jelentős mértékben több mint 3,5-szeresen meghaladják a jelenlegit, és mindenféleképpen oda teszi azt a forrást, ami annak a célnak és annak a szándéknak megfelel, hogy regionális versenyképességben előzzük meg Prágát, és ostromoljuk Bécsnek büszke várát. Nem lehet más cél a magyar turizmus előtt, mint hogy mi legyünk Közép-Kelet-Európa meghatározott turisztikai célpontja. Ennek rengeteg oka van, részben a fundamentumok adottak, a magyar turisztikai piac érett, jól teljesít, kétszámjegyű növekedés van, de a tartalékokat sokkal hatékonyabban célszerű és indokolt kihasználni, hogy mindenki, minden szereplő ezen a piacon előbbre léphessen. A három csillagos legyen négy csillagos, a kisvállalkozó legyen középvállalkozó, a vidék vonzereje növekedjen, és általában Magyarország ismertsége, elismertsége, turisztikai kínálata régióban, Európa szerte és világszerte növekedjen. Ha ez megvalósul, és erre szolgálnak ezek a megtöbbszöröződött állami eszközök is, akkor abból mindannyian profitálunk. Hiszen növekszik a nemzeti jövedelem, növekszik a munkahelyek száma, és az a közel 450 ezer ember, aki dolgozik a magyar turisztikai iparban, akár közvetlenül, akár közvetlenül, mindannyian jól járunk. Tehát ez a befektetés egy olyan területet érint, amivel a potenciál az előbb mutatott nemzetközi számok alapján már ott van, nem egy jövőbeli elképzelés, és nekünk ki kell használni ezt a lehetőséget. Az Európai Uniós forrásokról nagyon röviden beszélnék. Különböző operatív programok vannak, ezek önök jól ismerik. Talán csak annyit mondanék, hogy 12 milliárd áll rendelkezésre a TDM, a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek fejlesztésére, innovatív nemzeti turisztikai marketing akciókra, illetőleg különböző GINOP 7-es prioritás tengelyek mentén éves fejlesztési keretek alapján több mint 100 milliárd forint áll rendelkezésre különböző regiók és különböző tematikák fejlesztésére. Emellett van természetesen még a Balaton, közép-magyarországi programok, több száz milliárd az az Európai Uniós forrás, ami ebben a 7 éves költségvetési, európai költségvetési ciklusban potenciálisan a magyarországi turizmus fejlesztésére rendelkezésre áll. Minden fillérjét ki fogjuk használni, a megnövekedett költségvetési támogatás célja és indoka részben az,
hogy segítse ezeknek a jelentős mértékű uniós forrásoknak a kihasználását, hiszen a versenyképességet, a terület fejlesztését ezek alapvetően meghatározzák. A következő pénzügyi kérdés az ÁFA kérdéskör. Régi szakmai kérdés volt. És ma délután, amikor 72 szervezettel fogok találkozni, örömmel fogom nekik jelenteni, hogy ez a régi vágy, ez a régi kérés, indokolt kérdés teljesül. Ugye jelenleg a 27%-os éttermi étkezőhelyi vendéglátás áfája és csökken 2017. január 1-től 18%-ra, ami egy jelentős adótehercsökkentés, és a kormányzat szándéka az, hogy ezt az adótehercsökkentést fejlesztésekre, munkabérek kifizetésére, munkaerő megtartásra és azokra az indokolt növekedésre használják fel a vállalkozók, amelyekre szüksége van kicsiknek, nagyoknak, budapestieknek és vidéki vállalkozóknak egyaránt. De a kormányzat tovább ment ennél, és 2018. január 1-től ezt a már egyébként is csökkentett 18%-os áfát tovább csökkenti 5%-os áfára. Ez a 5%-os áfa nemzetközi viszonylatban is kirívóan alacsony az éttermi szolgáltatásoknak. És hát ha belegondolnak, hogy az áfa 27%-ról 2018. január 1-ig 5%-ra csökken, pontosan látják azt, hogy milyen hordereje lehet ennek a döntésnek a vállalkozók számára. Rögtön hozzá szeretném tenni, hogy az 5%-os áfa, amikor befezetésre kerül 2018. január 1-től, kiegészül egy 4%-os turisztikai hozzájárulással, ilyen módon a vállalkozók is a kormánnyal együtt közreműködnek a turisztika fejlesztésében, azoknak a céloknak az elérésében, amiről az előbb említést tettem, és addicionális fejlesztési forrásokhoz fogja 2018. január 1-től juttatni a turizmust és ezen belül a vendéglátást is. Ez a megoldás, ez a metodológia nagyon sok helyen a világban ismert, és olyan közvetlen bevételi forrása lesz a magyar turizmusnak, és ezen belül a magyar turisztikai ügynökségnek, amely fenntarthatóvá, kalkulálhatóvá és közvetlen forrássá teszi azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek a turizmus és a marketing irányok fejlesztésére szükséges. Ez a teher, ahogy említettem, áfa teher kirívóan alacsony, de kiegészülve természetesen a 4%-os turisztikai hozzájárulással a fele annak, ami 2017. január 1-től egyébként fizetendő a vállalkozások által. Sokan megkérdezték tőlem, hogy miért nem egyszerűbb azt mondani, hogy 9% az áfa. Csak a 18 lemegy 9-re, és akkor ezt mindenki érti. Hát érdemben erről van szó, emögött egy adótechnikai kérdés van, de valóban a teher megfeleződik 2018. január 1-től. Egy pár mondatot szeretnék a belföldi turizmusról mondani, mielőtt összefoglalnám, és egy végső szervezeti döntésről szeretném önöket tájékoztatni. Ugye a belföldi turizmus az egyik motorja azoknak a számoknak, amit az előbb említettem. Eltérő szerkezetben működik Magyarországon, mint a külföldi turizmus. A fő és meghatározó desztináció a Balaton, míg a külföldi turizmus esetében ez Budapest. És hát természetesen a csodálkozós vidéki helyszínek, azok jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a turizmus adatai és számai olyanok, amilyenek. A szép kártya rendszere megmaradt. A szép kártya 2015 végén 26 ezer munkáltató, több mint 1,2 millió munkáltatója részesült ebben a béren kívüli juttatásban.
A feltöltés tavalyi összege meghaladta a 90 milliárd forintot, és a különböző zsebek közül a vendéglátás zseb dominál, és teljesen nyilvánvaló, hogy a szép kártya eszköze, feltételrendszere, motorja a belföldi turizmus keresletnek. Olyannyira igaz ez, hogy független attól, hogy van egy kötelezettségszegési eljárás Brüsszellel, különböző az Erzsébet utalvány, a szép kártyával kapcsolatban, amelyek alapján döntéseket hozott a Erzsébet utalványjal kapcsolatban a kormány a napokban, és ez a probléma megoldódott, de a szép kártyával kapcsolatban egyeztetések vannak folyamatban Brüsszellel, hogy milyen korrekciókat kell végrehajtani, de a lényeg nem változik, ez az ösztönző megmaradt, ez az ösztönző mások számára is érdekes lehet, és talán figyelemfelkeltésre ad okot az, hogy első nemzetközi találkozom a horvát turisztikai miniszterrel volt ebben a minőségemben, aki csak és kizárólag azért jött, hogy megtanulja, átvegye azt a tapasztalatot, amit a magyar turizmus a szép kártyával kapcsolatban kialakított, amit a szép kártya jelent a magyar belföldi idegen turizmus számára, és ahogy mi ezt beépítettük évekkel ezelőtt abba a kínálatba, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll. Tehát összefoglalva, amikor a turizmusba történő befektetésről beszélek, amikor azokról a forrásokról beszélek, amit a kormány és az országgyűlés a turizmus rendelkezésre bocsájtott 2017. január 1-től, ennek természetesen haszonélvezője a nemzetközi turizmus, a hazai turizmus, a főváros, a Balaton, a vidék, és mindazok a turisztikai desztinációk, amelynek a fejlesztése akár a fővárosban, akár a vidéken alapvető értelme.